Ezt a meccset megnyerhettük volna. Meg kellett volna nyernünk. Célra törően futballoztunk, próbáltunk gólokat szerezni. A támadásainkat szabálytalanságokkal állították meg, amiből több szabadrugásunk is volt. Sajnos ezekből csak egyet értékesítettünk, pedig megvoltak a helyzeteink. Taktikailag egy jó meccset játszottunk, még ha nem is volt túl látványos, de jó meccset láthattak a nézők. Sajnos ezúttal csak egy egy-egyes döntetlenre volt elég, ezt kell elfogadnunk. Az egy-egyes végeredmény összességében mindkét csapat számára egy korrekt eredmény. Ma nem láthattunk egy szemet gyönyörködtető játékot, küzdelmes találkozó volt. Nehéz három hetes szünetekkel a legmagasabb színvonalon tartani a játékosokat. Annak ellenére is örülünk az egypontnak, hogy mi vezettünk. Nagyon agresszív volt a honvéd, sok pár harcot megnyertek. Összességében elégedett vagyok a döntetlennel. Lánzafám egy nagyon fontos játékosa a csapatnak, elég, ha csak a számokat megnézzük vele kapcsolatban. Ha őszinték akarunk lenni, akkor nem ez volt élete meccse, de még így is képes bármikor megvillanni. Most is egy nagyon szép szabadrugás góllal segítette a csapatot, ami tudatos volt, hiszen a meccs előtt azt elemeztük, hogy hova érdemes rúgni az Újpest kapusának. Lánzafám egy olyan játékos, akiért érdemes meccset nézni. Úgy gondolom, hogy az ilyen játékosokra jobban kellene vigyázni itt Magyarországon.